Üdvözlök mindenkit a konyhából, és egy újabb boxi videót láthattok. De nem. Nem és nem. Ma sütni fogok végre a konyhában. Nem mást, sütni. Címből tudhatjátok, baklavát boxi módra. Tehát az interneten nagyon sok receptet megnéztem, hogy melyik lenne jó, melyik lenne a legjobb. Kiválasztottam egyet. Átalakítottam boxi verzióra. Miért ne? Vagyis nagyon szeretem a baklavát. Szóval az édes, mézes süteményeket már raktam is fel videót Tűzönvert. Ja, jól emlékszem, azt a nevet adtam neki. Az is ilyen diós, mézes sütemény. Majd ott lesz a videó végén, majd megnézhetitek. Úgyhogy, és ezt a török baklavát is nagyon szeretem, csak hát nagyon drága. Nem is tudom mennyit itt kint Németben, valami 6 darab kerül, valami 3 vagy 4 euróba. 4 euró. Nem nyert. Szóval úgy döntöttem, hogy kiválasztok egy jó YouTube receptet, és az alapján én is elkészítem. Nem nehéz, nem kell hozzá sok minden. Nem kell hozzá ez mi? Anyám, várjatok, már elpakolok innen, mert ez valami, mit tudom én, micsoda az asszonyot hagyta. Szóval, kristálycukor. Várjatok, már keresek valami kristálycukrot. Ennyi van? Hát az nagyon kevés. Ó, anyám. Na mindegy, már még nézek. Kristálycukor. Kell hozzá vaj. Én minden esetre vettem 1/2 kilót. Citrom. És lime kéne, de mindegy, az citrom. Kell hozzá mogyoró. Egy ilyen vegyes mogyoró. De van minden anyám tyúkja, diótól kezdve, kesudió, mogyoró, szotyi, ropi, minden. Kell hozzá... Ja, gyerek, ez nem kell hozzá, bocsi. Ez mák. Nem kell hozzá. Fokhagyma se kell, máshova kell. Ja, és a legfontosabb, rétes. Elviszem innen a mákot, mert még véletlenül belerakom, hogy milyen hülye vagyok. Szóval kell készítenünk egy szirupot. Mi vízből és cukorból áll. Az mi? Ó, bakker. Átvertek. Megvettem 4 citromot, abból egy kuka. Bakker. Mindegy, úgy érzi, szép kezd a kettőt felhasználom. Először is kell készítenünk egy szirupot. Abba egy kicsit több cukor kell, mint ez. Ilyen 250 grammat, ezt még valahonnan intézek. Ha nem kérek a szomszédból. Utána össze kell darálni ezt a két anyám tyúkját. Ebből kell ilyen 1/2 kilónyi. Satszper. Meg kell olvasztani a Zweistück Butter 2 darab vajacskát. Mondjuk már van elég jó. Ezt natúr meg kell olvasztani. Ez a szirupba kell. Ez a szirupos verzió. Szóval cukor, citrom, szirup, vaj a réteslapok közé, maga réteslap, és a töltelék. Ennyi. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok. De hogy most kezdem el készíteni. Először is feltöltjük a cukorkészletet. Most már van cukrunk. Vajot felolvaszt. De jó, hogy mellé nem tétel is, hogy itt le fogsz tolódni volna. Huh?
Hát én megolvasztom mind a kettőt. Ilyen becsukom, mert a macska megint szarakori. Megolvasztom mind a kettőt, hogy inkább több legyen, mint kevesebb. Ezért jó a nyár, mert mint láthatjátok, félig már föl van olvadva a kis vajunk, mert ez igazi ausztriai vaj. Állalaki eredetű, nem ilyen ráma, meg mit tudom én, ilyen félig műanyag. Csak egy összetevő különbözteti meg a műanyagtól, hogy rámát meg ilyeneket ne vegyetek. Mármint én szerintem. Várjátok, ezt kikapcsolom, mert ez nem kell ide. Törpisztikus. Láttok? Nagyon király. Szupi. Most el kell készíteni a szirupot, ugyebár. Ami vízből áll. A vízecske, vízecske, vízecske. Egy kis lábos neki. Bekapcsoljuk a... Úra, jól kikapcsoltam az egészet, jó van, ügyes vagy, boxikám. Törpisztikus, ennek is adunk egy kis cuccost. Ja, a vizet, vizet két rakunk bele. Ez is inkább több legyen, mint kevesebb, ennyi elég. Megmelegítjük. Vajacska szépen olvad. Rakunk bele. Én szerintem, hogy az acsiból megmaradt ilyen 4 kiló hír, kevesebb, pontosan 18,5 deka, vagy ki tudja, ugyebár. Úgy. Kéne vele fahéj, helyje, fahéje. Nem tudom, fahéjat honnan fogok szerezni. Keresek egy fakanalat, megolvasszuk a szirupját, még cukor kell bele, gyerekek. Hát szóljatok már, cukor, cuker, ízlés szerint, tökéletes, az megvan a 250 gram. Vajacska is olvad. Nem nehéz elkészíteni, mert ugye itt van a réteslap, rétes vaj, hoppá, töltelék, ami ilyen van. Kell daráló gépezet. Meghoztam a darálót, hogy hát tudom, jó méretes, hát most ezt lesz kell. A vajacska már kész, ezt levesszük. Cukorovics, ez is nagyon kész. Rakjunk bele citromot, de persze ne a rosszat. Vagyis lime-ot kellett volna belerakni, de hát az meghalt. Várjuk meg. Bakker! Hoppá, ez nem nyert. Hoppá, gyerekek. Majdnem a sütő raktam a műanyagot, haver. Ha mi van veled, Bobby? Behűltél? Öcsém, he. Kicsit megolvadt volna. Na mindegy. Rakjunk bele egy kis citromlevet. Vagyis lime-levet. Én belerakom az egészet. Hogy ne rakjam bele? Nem tudom, inkább csak felett, mert a... Nehogy savanykás legyen. Nagyon. Jó. Ez majd jó lesz későbbre. Jó. Hú, ez meleg volt. Egy kicsit is odaolvadt volna a műanyag vágódeszka. Atya úristen. Jó, van, ezt el is teszem innen. Jó lesz majd a teába. Így bár. Jó. Szóval gyerekek, alaplé kész. Vagyis a szirup, amivel majd meg kell locsolni a süleményt, mikor kész, mert egy kicsit sok lett. Nézzük már meg, hogy édes egyáltalán ez a... Édesnek édes,
De még a legfontosabb hozzátevőt majdnem elfelejtettem, gyerekek. Kicsit közelebb hozom, hogy jobban lássátok. Hát a mézet. Honing vagy honing. Én ugyanis nagyon szeretem a mézet, úgyhogy lehet, hogy mindenbe be... Hoppá, nem szégyeled magad. Hát mit csinálsz te, haver? Ez undorító. Miket művelsz? Itt nem meleg? Nem, akkor ide tehetjük. Rakunk bele még azért mézet, mert 10 dekát vagyis 100 grammot ír. Úgyhogy rakunk bele. Ez mi? Hát mindegy, ez sem méz. Ez nem tudom, hogy mit vettem, de ez nem méz. Jó, ez megvan. Ez valami méz... Méz... lé, vagy valami ilyesmi. Ó, de jó, bevásároltam megint. Jó van, szokásomhoz híven. Jó van, gyerekek. Olyan, mint az orange saft. Ez méz saft lényegében. Mézes valami. Jó. Megkóstolva. Rakom már bele még egy kis citromocskát, hogy legyen jó. Neki jó legyen a harmónia, a méz, meg a, vagyis az édes, meg a savanyka. Elvétok, már ment bele magocska is. Azt ugyan ki kéne halászni. Ahogy. Mi van ebben a citrommal? Hát... Mi van ezzel? Szét van esve? Ja. Nagyon jó. Még egy összetevő hiányzik. Az igazsághoz hozzátartozik fahéj. De hát az sajnos az. Voltam a boltba és pont elfogyott. Előttem vitték el az utolsót. Ami persze nem igaz, elfelejtettem. Ez van. De emiatt most nem fog összedőlni a világ. De esetleg lakhatnék bele. Rakhatnék bele mondjuk őrültet. Most fogunk elkészíteni a tölteléket. Egy kicsit bezumolom nektek, hogy lássatok is valamit. Úgy, szépecské, ez még meleg. Na, úgy, ez még meleg. Hozok egy tálat, és akkor megdarálom a töltikét. Fémet hozok, hogy nehogy véletlenül megolvadjon. Bedugjuk a konnyektorba, ugyebár, ami el van dugva. Persze az asszonynak a hülyeségeit már megint vett valami szarságot. Működik. Oké. Ez egy ilyen nagy teljesítményű daráló vitéz. Ebből terjen fél kilónyi. Hol a kipukta? Itt a késem. Tudjátok, a nélkülözhetetlen boxidicska. Nem ebbe, hello, ebbe rakjon bele. Na, nem belefér az összes, de jó. Dió, de jó a dió, meg a mogyoró. Ugyebár. Álljatok meg, ezt hogy kell rárakni. Most ez hogy működik? Tedi? Na így jó, várjatok. Jó. Van teljesítmény, gyerekek? Csak ajánlani tudom. Nem is a márkát.
Ultimate Hooper. Na, tessék, brutális. Hány wattos ez? Ez iszonyat pörgeti a cuccost. Hetes 100 watt. Gyerekek, hát a power az 700 watt. Na hát, gyerekek, hát nem lehet itt szórakozni ilyen 105-200 wattos darálóval. Hát mit képzeltek? Szuper. Bam, 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 bam. Várjatok, ugye ez menetre. Olyan jó, hogy ilyen nagy konyhánk van, komolyan mondom. Nem esett ki jól. Kivegyük a lapátot, ugyebár. Lapátra nincs szükségünk. Nehogy megdaráljuk a lapátot, mint is volt úgymond egy TV szuperprodukcióban. Nem akarom mondani a csatornától, a fiatalasszony annyira darálta a cuccost egy főzőműsorban, hogy a másik darálónak a propellerét is megdarálta a kajába, úgyhogy vannak ilyen apró balesetek, de Box ilyet nem csinál. Ilyet nem. Adjunk a szimmeringeknek egy kis cuccost. Ezt megoldottuk. Visszarakjuk a lapátot ugyebár. Még ezt a kis magyarót beledobjuk. Vagyis 5 kiló kell. Kérdést azt idaratunk. De mondjuk aki nem szereti ennyire ezeket a kesubió meg Koti Ropi magyarót. Csak sima dióból is csinálhatja, és sosem tudom, hogy kell bezárni. De én minden szeretek, hogy ez ilyen vegyes lesz. Most mi van? Most jó. Kikapcsolom a kamerát, mert nem tudom, mi lett ebből a vacakkal. Egy kis műszaki ráhatással sikerült megjavítani. Ugyanaz a hadművelet, mint az előző. Műveletnél volt, kivegyük, belerak, kitakarít. Pneumatikson megtisztít. Visszarak. Csak fordított sorrendbe, lapát beugrik. Egy kis maradék cuccos. Állított még maradt a redőbe. Úgy. Üres kuka. Jut a szembe, aki gondolhatja, mákot is rakhat bele, de azt a törökök azt nem szeretik, úgyhogy de aki akar, azt rakhat bele, nem jön csel. Mindent, ami szemszájnak ingere, bele lehet rakni. Majd elfelejtettem. Szóval itt van fél kiló őrölt mandula. Ja, nem kézzel, gyerekek, hát mit képzelsz? Undorító. Szóval itt a töltelék. Van benne dió, Szotyi Ropi, mogyoró, kesudió, még akkor még mákot is rakhat bele. Ha van mákja, ha nincs, akkor így jár. De én rakom bele még egy kicukolvánt. Ma ugye az is kell bele, mert a baklava az, a lényeg az édes. Hogy édes legyen az a diétázó krémálma
baklava. Én úgy vagyok vele, hogy amit szeretek, azt megveszem vagy elkészítem. Mindent meg lehet tenni, csak okosan, nem szabad túlzásba vinni. Ez ugyanaz van az itallal, a kávéval, az energiaitallal, az evéssel, mindennel. Mindent lehet, csak tudni kell róla határ. És azt nagyon nehéz betartani, ugyebár. Meg kell kóstolom gyerekekkel, nem bírom ki, hogy ne kóstoljam meg. Mert ugye a séfek is azt mondják, kóstolni kell. Nagyon jó. Cukorván. Most már kész vagyunk a nehezén. Keresünk egy zománcozott tepsit. Ugye nem ilyen cellofán, minek van egy ilyen folfak bevonatú. Ilyen letapadásmentes, mert azt végighúzod a kés rajta, és dobhatod a francba az egészet. Én ilyen zománcozott tepsit ajánlok mindenkinek. Amit mindjárt előveszek. Én ezt ajánlom, vagyis őt ajánlom. Hoppá, maradsz ott, haver. Őt ajánlom. Látható minden, oké? Okay. Olyan nagyon szép lesz, gyerekek, hogy olyan brutális blaklavát csinálok. Várjátok, ma alé fordítom, hogy ne lássátok, majd levertem az zománcot. Ennyi két héttel ezelőtt véletlenül szokásos, az asszony szívinfarktus kapott. Na, most az a lényeg, hogy tapadjon a bélyeg, ugyebár kell keresni egy ilyen, mi az? Ecsetet be kell kenni vajjal. Cukor nem kell már, gyerekek, ezt elrugáljuk innen, az nem kell. Ezt a bödön vitézt is elrakom innen, azt se kell mondani. Visszatoljuk a helyére az asszonynak a cuccát, mert szívinfarktus kapva valami baja lesz. Úgy, le kéne takarítani a cuccost itt, mert nagyon gázos. Letakarítom, mert ugyebár rend, tisztaság, fegyelem, rend a lelka mindennek. Nyomóban kidobjuk a kukába. Remélem halljátok, hogy én mit nyekergek itt, mert persze a mikrofont megint elfelejtettem, vagyis nem elfelejtettem, hanem lemerült az elem is. Szokásos elemmel meg nincs hoppá, ott belemegy már, hello. Na. Akkor meg kell kenni vajjal. Az a lelk az egésznek, hogy minden egyes réteget vajazni kell. És akkor lesz ilyen szép leveles. Vagy szét fog válni, olyan, mint a rétes. Én úgy csinálom, mit tudom, hogy 3-4 lapot lerakok, utána töltelék, megint 3-4 lap, töltelék, 3-4 lap, így felváltva nyomassuk. Remélem már annyira megolvadt, vagyis meg... Na, mondjuk ez fél menet, nem számít. Na, gyerekek, várjátok már, mert valami okosságot ki kéne találni, hogy lássátok is, hogy én mit szüttyögök itt a... Várjátok, kikapcsolom. Kibontjuk a rétes lapot. A zacsit az félretek, és nagyon életem belekerüljön a töltelékbe, vagyis a tésztába. Ez eddig oké. Okay. Kitekerjük, ugye? Ez mi ez? Jaj, nem is jót vettem. Bakker! Mint láthatjátok, ez nem rétes lap, hanem ez egy ilyen, mit tudom én, ez egy vastagabb. Gyerekek! Mondjuk ez lesz az alja. Ez lesz az alja. És el kell mennem a boltba. Venni kell rétes lapot, mert ez nem rétes lap, hanem ez egy ilyen másfajta, ez ilyen vastagabb. Ez is valami rétesnek való, de ez egy ilyen, inkább ilyen kalács tészta, vagy mit tudom én. Na, a rétes lap az sokkal vékonyabb. És az több lapból áll. De hát úgy vagyok vele, hogy ha már csinálok valamit, akkor már
csináljam normálisan, normális összetevőkből. De most ezzel is meg tudnám csinálni, de hát akkor lenne három lapos szavasz. Mert ugyanaz mind vissza is teszem a hűtőbe. Hoho, gyerekek, mit találtam? Ribizle? Be kell hamizni. De finom volt. Hoho, még van még itt egy, ezt még meg kell ennem. A ribizli. Ne vesszen kárba, csak pocsékba. Kicsit somonykás. Nagyon jó. Na a lényeg az, hogy hát a kedvenc nyári kajám a cseresznye is a dinnye után. Gyümölcsöm. Elrakjuk. Na a lényeg az, hogy el kell mennem a boltba, vennem kell rétes lapot, és nem ilyen vackot, mint ez, mint láthatjátok, ez gagyi. És nem baj, addig állnak a hozzávalókat, nem lesz semmi baja. Ilyen fél óra múlva itt vagyok, és egy vágás után találkozunk. Megjöttem, nálatok egy másodperc, nálam egy óra hossza volt, hogy meghoztam a rétes lapot. Hát elméletileg ez az, nem tudom, hogy milyen lesz, hogy fog viselkedni ez a tészta. Hát olyat nem találtam, miért akartam. Bez van, most ebből csinálom. Na lényeg, akkor folytatom tovább rétegezve. Akkor vaj, tészta, vaj, tészta, töltelék, mind jól lakik a vendég, ugyebár, vagyis én, mert szokás szerint ezt csak én szeretem, mondjuk a lányom az lehet, hogy megeszi. Nem tudom, hogy a többiek miért nem eszik meg, pedig én szerintem brutális finom lesz, vagyis bízom benne. Na jó, van, kezdjünk hozzá, mert már itt a hozzávalók már igencsak már lassan kihűlnek, mert már egy óra hosszája itt vacakolok a hűtő, itt a konyhában hozzávalók, meg mit tudom én, itt van, ott a vágya a sziruppa, mi van? Bakker. Na mindegy. Na, jó, kezdjük okra. Réteg. Mindegy, ez van, ezt találtam. Nem van egy jobb, de hát most mit csináljak vele? Bejártam két üzletet is, a Lidl-ben is voltam, voltam a Kauflandban is, de hát ott sem volt, csak ez a vastag. Több üzletben meg már nem akartam elvenni, mert nem volt kedvem. Tényleg nagy forgalomba itt benne a városban. Persze kezdett mostan, mielőtt hozzákezdtem volna. Kicsit gyűrött legyen. Úgy. Tésztája. Szokásos bajacska. Mondjuk azt nem tudom, hogy meddig kell sütni és hány fokon, majd telefonos segítséget kérek. Nem akarok hülyeséget mondani, most fogalmam sincs, hogy most 25 percig 180 fok vagy 220, nem tudom. De majd kialakul. Majd idővel ott járok, akkor majd megnézem. Jó. Oké, 170 fok, 40 perc. Megvan. Bekapcsolom a sütőt. Viszem a kamerát. Szóval, várjatok. 170 fok, ugyebár. Még az időt is be tudnám állítani, itt van. Hát én most nem szütyögök vele. Tökéletes. Akkor 170 fok. És 40 perc. Na minden esetre
A hátralévő műveletek, már csak meg kell kenni az utolsó záró réteget. Vajjal persze, olvasztott van, hát ebből is elég sok maradt. Úgy, és most be kell vágni valami éles késsel. Jó, be kell vagrosni. Ilyen lett, sütő előmeregítve, beugrik, álljatok meg, keresztbe kell, hogy, és akkor 40 perc, azt írtak, és azt mondták a netén, hogy 40 perc, hát akkor találkozunk 40 perc. Na visszajöttem, eltelt 40 perc, ó gyerekek, ó, júj! Ez nem kellett volna. Ilyen lett. Most elzárom a sütőt. És rárakok egy kis légkeverést. Egy pár percet. Én szerintem jó lesz. Kész a fincsi baklava. Wow! Szépen megsült. És most, mikor még ropog úgymond, nem is még lényegében még. Áj, de hideg volt! Most kell! Most kell megöntözni a kis sziroppal, ami itt található. Be kell vallanom, hogy csaltam, még egy citromot raktam bele. Itt láthatjátok, itt vannak a kis darabjai. Fölraktam a szirupot egy kicsit fölmelegíteni, mert ugye elég hosszadalmasan voltam a boltba, majdnem kihűl. Most el is zárom. Király, mint hallhatjátok, nagyon jó. Itt van a kis sutamány, itt a szirup. És most le kell önteni bele sziruppal. Jaj! Rakjuk bele a maradék citrom maradványokat. Szerintem ennyi elég is lesz, ez beszívja. Bármi kell, még kihűl. Ezzel mi lesz? Fogalmam sincs. Szélre teszem, azt majd meglátjuk. Közben fő a kaja. Na mindegy, ennyi az egész. Ennyi lett volna. Hát elkészítettem a kis baklamámat. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. A készítsétek el ti is, nem nehéz, egyszerű, nem kell hozzá semmi cukor lényegében, egy kis dió, meg mogyoró, meg akármilyen ilyen olajos magvak, 3 darab ilyen réteslap, megdarálni, cukrot bele, szavasz, kis méz, ennyi az egész. Na, köszönöm, hogy itt voltatok még egyszer, találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!